Bevándorlók örjöngenek a debreceni befogadóállomáson hétfőn délután. A híradó birtokába jutott amatőr felvételen jól látszik, hogy a rendőrök sorfalat állnak és próbálják megállítani a bevándorlók tömegét, miközben azok folyamatosan hergelik egymást. A magyar rendőröket szitta ez a fiatal bevándorló. Az örjöngő bevándorlók ezután zászlót emeltek a magasba és egymást buzdították. Eközben egyikük a földre került. Itt pedig már jól látszik a pusztítás, amit a táborból kiszabaduló bevándorlók végeztek az utcán. Fákról leszedett gajak, kiborított kukák és tűz. Hallatszik, hogy valaki felszólítja a balhézó tömeget, hogy vonuljanak vissza a táborba, de ők nem engedelmeskedtek. Egyikük egy hosszú kardnak látszó tárgyat emelt a magasba. Nyugodjatok meg, utána beszélhetünk. Erre kérték a helyszínre érkező rendőrök a háborgó tömeget, de ahogy ez a korábbi felvételekből és ebből a videóból is jól látszik, nem engedelmeskedtek. Egy idő után úgy tűnt, a tömeg lenyugodott, majd az újabb csatakiáltások elhangzása után folytatódott az örvendés. A félórás felvétel alatt szinte folyamatos volt a kiabálás.